Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A település egyetlen boltja újult meg a Magyar Falu programban. Modern üzlet működik mostantól Iván Batyánon. Nagy mennyiségű drogot birtokolt, évekre rácsvőjé kerülhet a pécsi férfi. Nem minden vadon élő kisállat szorul segítségre, akár bajt is okozhatunk, ha beavatkozunk. Harmadik pécsi dallamok, jótékonysági koncert egy zongoráért. Több mint 19 millió forintból újult meg az Iván Batyányi kisbolt. A baranyai település ugyanis sikeresen pályázott a Magyar Falu programban az üzlet teljes körű felújítására. Modernizálták többek között a víz és villamos hálózatot, napelemeket helyeztek el, valamint bútorok beszerzésére is sor került. Teljesen megújult ez a kisbolt Iván Batyánon. A baranyai kistelepülés egyetlen üzletét a Magyar Falu program keretében több mint 19 millió forintból korszerűsítették. Az átadó ünnepségen a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, hogy már 2019 óta számos területen nyújtanak támogatást az 5000 főnél kisebb lélekszámú településeknek. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, főleg a Covid utáni időszak világított rá arra, hogy segíteni kell a falvakban működő kisvállalkozásokat. Is. Különben előbb-utóbb az lesz a vége, hogy nagyon nagy számon bezárnak a kistelepülési kisboltok. Ez ugye azért baj, mert hogyha hiába javítjuk a közszolgáltatásokat, hogyha az alapvető piaci szolgáltatások nem elérhetők a falvakban, akkor nem tudjuk elérni azt a demográfiai fordulatot a magyarországi községekben, amelyet eredetileg célul tűztünk, és amelynek egyébként látványos eredménye van, hiszen évről évre látjuk, hogy bővül azoknak a településeknek a száma, ahol már nem fogy a népesség, hanem növekszik a népesség szám, és egyre több gyermek születik, ezért írtuk ki ezt a kisboltos pályázatot is, aminek az egyik eredményét látjuk a hátunk mögött. A jelenlegi bolt épülete egyébként 1936 elején épült, mint díszes, jómódú parasztház. Az ingatlan már az 1990-es években is boltként működött, illetve az épület hátsó részében italbolt üzemelt körülbelül a 2000-es évekig. 2020. augusztusában pedig újra kinyitott az üzlet, ami most teljesen megújult. Ezzel egyébként megújult egykor nagyon gazdag sváb paraszti borta, mert a bolt mögött ugye az önkormányzat közösségi tere is van. A bolt, a működtető család és a mögötte lévő közösségi tér pedig több lehetőségeket jelent. Tehát itt vagyunk a kis falu közepén, és nyilvánvalóan ez az intézmény, ezek az intézmények fogják szolgáltatni a közösség mindennapjaiban azt az igényt, amivel a közösségi terek működnek. A kis boltot a Pilger Mayer család üzemelteti. Iván Batyán polgármestere elismerően nyilatkozott a tulajdonosokról. A Pilger Mayerik még akkor vállalták, amikor még nem volt szó erről a pályázati pénzről. Mi igyekeztünk akkor, amennyire tudtuk, önerőből valamennyire megcsináltuk, hogy megkapjuk az engedélyeket, és közben jött ez az óriási dolog a Magyar Falu program keretében. Nagyon-nagyon örültünk neki, és úgy gondolom, nagyon jó a gazda, mert a Pilger Mayer család az egy olyan család, aki nagyon-nagyon szorgalmas, megbecsült emberek a faluba. A beruházás során a teljes villamos rendszer felújítására, napelemek felhelyezésére, a vízhálózat modernizálására, valamint szociális helyiség kialakítására és bútorok beszerzésére is sor került. A múlt héten 10 000 alá csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A Nemzeti Népegészségügyi Központ pénteken közzétett jelentése szerint április 24-e és 30-a között az országban 138.200-al jelentkeztek akut légúti fertőzés tüneteivel. Közülük 9 000 embernél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak. Azt írták, a 17. naptári héten 2 vármegyében nőtt, 16 közigazgatási területen csökkent. Kettőben Tolna és Zala nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Az NNK laboratóriumába érkezett 51 mintából 11-nél az influenza valamelyik vírusát, 8-ban a koronavírus mutatták ki. Több évre börtönbe mehet az a pécsi férfi, aki nagy mennyiségű drogot vásárolt, majd tárolt otthonában. A vádlott korábban hasonló ügy miatt már állt a bíróság előtt. Az abban az ügyben nem jogerős ítélet kihirdetése előtt az eljárás ideje alatt találták meg a rendőrök a házában a pszichoaktív anyagot.
A pécsi járási ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel vádol egy férfit, aki pécsi otthonában nagy mennyiségű új pszichoaktív anyagnak minősülő anyagot tartott. A férfi 2022. szeptember 13-a előtt egy ismeretlen személytől nagy mennyiségű új pszichoaktív anyagnak minősülő kristályos anyagot vásárolt. Ezt egy zacskóban az ingatlan udvarán levő féltető alatt rejtette el. A pécsi rendőrkapitányság munkatársai 2022. szeptember 13-án kutatást tartottak az ingatlanban. A vádlott ezt észlelte, és az új pszichoaktív anyagot tartalmazó zacskót a házban egy szekrény mögé rejtette, ahonnan a pécsi rendőrkapitányság munkatársai lefoglalták. A vádlott által megszerzett és tartott új pszichoaktív anyag mennyisége a jelentős mennyiség alsó határának 659%-a volt. A férfi cselekménye jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyag tartásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntetének minősül. A bűncselekmény büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés. A pécsi járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre ítélje, mellékbüntetésül tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és kötelezze arra is, hogy a nyomozás során felmerült tetemes, több mint 1,5 millió forint bűnügyi költséget fizesse meg. A vádlottal szemben egyébként bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt folyt már egy büntető eljárás a pécsi járásbíróságon. Az ügyben 2022. december 12. napján elsőfokú nem jogerős ítélet született. Ezen eljárás alatt jelentek meg az egyenruhások a házánál, amikor ott megtalálták a drogot. A rendőrség közlése szerint bűnügyi információ merült fel arra vonatkozóan, hogy egy vajszlói férfi és élettársa drogot árul az otthonában helyieknek, illetve környékbelieknek. A siklósi nyomozók a Mecsek közterületi támogatóalosztály rendőreinek segítségével május 3-án este egy összehangolt akció keretében csaptak le a vajszlói kábítószerkereskedőkre. Az 50 éves férfi és 36 éves élettársát otthonukban fogták el, majd előállították őket a rendőrkapitányságra, ahol mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. A férfival szemben alkalmazott kábítószer gyors teszt metamfetaminra pozitív eredményt mutatott, a nadrágja zsebéből pedig kábítószergyanús kristályos anyag került elő, amelyet a rendőrök lefoglaltak. A bűncselekménnyel összefüggésben egy 19 éves gilvánfai férfit és egy 33 éves vajszlói férfit is előállítottak, majd őket is gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. Egyikük ruházatában szintén kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak a rendőrök, a másiknak pedig pozitív lett a drogtesztje. A dílerek ellen őrizett bevételük mellett kábítószerkereskedelem büntette miatt nyomoz a siklósi rendőrkapitányság, a vevőik ellen pedig kábítószer birtoklása miatt indult büntető eljárás. A pécsi ítélőtáblán a büntetőperes ügyek 88%-a fél éven, a nem peres ügyek csaknem 99%-a 3 hónapon belül fejeződött be tavaly, közölte a táblabíróság csütörtökön az MT-vel. A pécsi ítélőtáblán és a pécsi törvényszéken megtartott összbírói értekezletek után kiadott közleményükben azt írták, hogy az ítélőtáblára a múlt évben 943 ügy, ebből 275 peres érkezett. A legtöbb a pécsi törvényszékről, a legkevesebb a Szádiról. Tavaly előtt a kaposvári volt az első helyen e tekintetben, közölték. A büntetőügyek annak ellenére fejeződtek be gyorsan, hogy a tavaly áprilisban nyugdíjba vonult tanácselnök álláshelyét nem töltötték be. Az érkezett ügyek száma mintegy 30%-kal nőtt, és az ítélőtábla munkáját csupán egy 50%-osan terhelhető kirendelt bíró segítette júniustól. A polgári peres ügyek 2 kivételével mind, a gazdasági peres ügyeknek pedig a 95%-a fél éven belül, míg a nem peres ügyek 99,6%-a, illetve 96%-a 3 hónapon belül befejeződött. A munkaegyi peres ügyek száma csaknem 10%-kal volt magasabb az előző évinél. A munkaügyi perek 96%-át fél éven belül, még valamennyi nem peres ügyet 3 hónapon belül elbíráltak az ítélőtábla bírái, sorolták. Hozzátették, hogy az elmúlt évben országos szinten csökkent a beérkező ügyek száma, és ez a baranyai bíróságokon is tapasztalható volt. Kiemelt időszakhoz érkeztünk a vadon élő állatok életében. Ezekben a napokban fontos, hogy tudatosan viselkedjünk, ha a túránk során egy fiatal állattal találkozunk, ugyanis ha beavatkozunk életükbe, gyakran nagyobb bajt okozunk, mint arra gondolnánk. A tavaszi időszakban a természet ébredése mellett a vadon élő állatok is világra hozzák apróságaikat.
Ez az időszak azonban gyakran problémás a kirándulók által látogatott területeken. A tavasszal mindig az egyik legnagyobb probléma, hogy megszületnek a kisállatok. Ez természetesen nem mindig probléma, az viszont probléma, hogy az emberek, amikor meglátják ezeket a kisállatokat, amikor ott vannak egyedül, akkor azt gondolják, hogy őket most abban a pillanatban kell menteni. Előfordulhat ez az eset, különösen akkor, amikor az ősz beteg sérülést látható rajta. Legtöbbször azonban csak a szüleit várja, gondoljunk bele Bambira, amikor az öreg herceg mondta Bambinak, hogy nem tudsz egyedül lenni. Fontos tisztában lennünk vele, hogy általában ezek az állatok nem bajba került, elhagyott csöpségek, csupán az anyaállat élelmet keres, amíg a kölykei biztonságban várják őt. Ha beavatkozunk az életükbe, gyakran nagyobb bajt okozunk, mint arra gondolnánk. Most ezek a kisőszek ilyenkor csak azért vannak ott és rejtőzködnek, mert az anyaállat elment legelni, hiszen őnek is kell táplálkozni. Farkas Tamás, a Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnöke elmondta, mi a teendő, ha a túránk során egy szerintünk elhagyatott kisállattal találkozunk. Az a baj, hogyha ilyenkor megfogjuk ezeket a kisállatokat, akkor az embernek a szaga az sajnos annyira intenzív és olyan hatást vált ki, hogy nem fogja gondozni utána az anyaállat. Egyébként ez nem csak a tűzekre igaz majdnem az összes többi emlős állatra, tehát nagyon gyakran találkozunk ilyen problémával a sülőknél, rókáknál esetenként, úgyhogy ezt mindig nagyon alaposan át kell gondolni, hogy segítünk, vagy inkább kárt okozunk. A folyamatos tájékoztatás ellenére minden évben kerülnek állatok az emberi gondotlanság miatt a menhelyekre, ezért a szakemberek az iránymutatások betartására kérik a kirándulókat. Nyomoznak a pécsi baloldal milliárdos ingatlan mutyia miatt. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával nyomozás indult a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon a volt Börkléka és az egykori Mandulás kemping botrányos cseréje miatt. Erősítette meg a hatóság a Dunántúli Napló megkeresésére a sajtóhíreket. Mint az közismert, a szocialista DK-s városvezetés a Börkléka ingatlanát nettó 200 millió forintért és a lepusztult Mandulás kempingért cserélte tavaly novemberben. Az előzményekhez tartozik, hogy a Mandulás kempingben korábban luxus lakóparkot akartak építeni, a 2019-es választáson Péterfi Attila pécsi polgármestert is segítő szocialista körök, amikor azonban kirobbant a botrány. Az ötlet komoly lakossági tiltakozást váltott ki, erről kénytelenek voltak letenni. Végül a baloldali önkormányzat nettó 200 millió forintért és a szerintük 800 milliót érő kempingért odaadták az értékes, jelentős ingatlanfejlesztésre alkalmas Börklékát. A harmadik Pécsi Dallamok koncert elnevezésű zenei eseményt legutóbbi alkalommal jótékonysági célra rendezték meg. A bevételből a Vokapella együttes hangszert szeretne vásárolni. A zenei estet a Zsolnai negyed Liszt Ferenc hangversenytermében rendezték meg. Harmadszor rendezte meg Pécsi Dallamok elnevezésű koncertjét a Vokapella kórus formáció. Az est repertoárja a pécsi kortárs zeneszerzők műveiből került ki. Ez alkalommal jótékonysági gyűjtés a hangverseny célja. Most számunkra nagyon fontos lett ez az apropó, ez a jótékonysági ügy. Az együttesünk fenntartó nélkül működik, így a civil alapokra tudunk csak helyezni, és szükségünk lenne egy jó hangszerre, hiszen a minőségi munkához elengedhetetlen ma már egy jó zongora, úgyhogy most ebben kérjük a zenebarátoknak, a zenekedvelőknek a segítségét, hogy egy szép koncertért cserébe egy kicsit segítsenek, vagy áruljanak hozzá egy zongorának a vásárlásához. Első koncertjüket még az egyetemi női karral közösen adták. Most is velük együtt léptek fel. Most megfogalmazódott egy cél, a kórusoknak több esetben szüksége van zongora kísérőre, mert nagyon sok olyan mű került leírásra a zeneszerzők által, amiben zongora szükségeltetik, és ehhez, hogy a koncerteket megfelelő színvonalon tudják biztosítani a nézőközönségnek, ezért szükséges a Vokapellának egy hangszert, és ehhez társultunk mi hozzá, hogy mi a megszervezéssel, a koncertszervezéssel segítünk abba, hogy megvalósulhasson az a céljuk, hogy egy hangszert tudjanak vásárolni. Aki támogatni szeretné az ügyet, az a vokapella@vokapella.hu e-mail címen teheti ezt meg. A hangversenyen fellépett még a Fermata vegyes kar Pécsen a Zsolnai negyed Liszt Ferenc hangversenytermében. A régió híreivel folytatjuk.
Átalakították a szekszárdi közgyűlés három bizottságának összetételét a település önkormányzati képviselői, de kosaras autó beszerzéséről is tárgyaltak csütörtökön. A járművet gajazási munkákhoz használnák. 18 nyílt és közel ugyanennyi zárt napirendi pontot tárgyaltak csütörtökön a szekszárdi közgyűlés tagjai. Elsőként átalakítottak három bizottságot, azokból ugyanis korábban visszahívták a külsős tagokat. A mostani döntés értelmében a pénzügyi bizottságot Máté Péter vezeti. Tagok lettek Móra Viktória, Bomba Gábor és Gulyás Róbert. A gazdasági bizottság élére az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét választották, mellette helyet kapott még Rácz Zoltán, Máté Péter és Gréci Félegyházi Gyöngyvér. Utóbbi egyben a szociális grémium elnöke is lett, mellette Szollár Zoltán, Rácz Zoltán, Kővári László és Főfai Klára kerültek még be. Egyhangulag fogadták el a képviselők a személycseréket. A napi rendek között szerepelt egy emelőkosaras teherautó beszerzése is. Ezt a zöld brigád munkatársai használnák gajazási munkákra. Azokat a problémákat tudnánk, illetve tudjuk kezelni, amik ugye lakótelepeken, vezetékek környezetébe is megoldást jelentene. Egyéb esetben ezekhez a munkákhoz már 30 ezer forintos óradíjjal tudunk csak eszközt igényelni. A beszerzésre azért van szükség, mert a városban idén átfogó vizsgálat indult, aminek a célja a veszélyes fák visszametszése. A kezdeményezés Máté Péter ötlete volt. Ő most azt javasolta, engedélyezzék a valamivel több mint 10 millió forintos beszerzést, hiszen csak március végéig a bérleti díj közel 5 millió forint költséget eredményezett a városnak. Én azt javaslom, hogy a közgyűlés arról döntsön, hogy az igazgatóságvezető asszony felel a adatok valóságáért, mert valószínű ő látta és ezt ő intézte az ügyletet. Mi arról döntünk, hogy jóvá hagyjuk az ügyletet, hogy ennyi pénzt elköcsön, de az állapotért, a kivitelért, a használatosságért azért ő felelős, nem a közgyűlés. A kormánypárti javaslatot az Éjjel-Szekszárd tagjai is támogatták. Teremtsük meg az előirányzatnak az átcsoportosítását, és akkor ezen kereten belül akkor a főkertész asszony, ha akar, akkor vesz igénybe műszaki szakértőt, ha nem, vagy a cégnél, akkor nem. Tehát a közgyűlés a keretről döntsön, megveheti az autót, és ő választja ki. Köszönöm. A képviselők végül így is szavaztak, vagyis Máté Péter javaslatára elindulhat a 10 millió forintos jármű beszerzése. Május 8-a és 14-e között számtalan eseménnyel várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ. Az intézmény ugyanis idén is csatlakozik a Közösségi Hetek nevű programsorozathoz. Egyebek mellett a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központtal együttműködve egy családi napra invitálják a lakosokat a szervezők, de folytatódik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem, illetve az Aliska Brass Band egy önálló hangversennyel kápráztatja el majd a közönséget, valamint különleges főzőversenyre is invitálják a vendégeket. A közösségi értékekre és annak megtartó erejére hívja fel a figyelmet az idén 7. alkalommal megrendezésre kerülő Közösségek Hete országos rendezvénysorozat, amelyhez a Babits Mihály Kulturális Központ ismét különböző programokkal csatlakozik május 8-a és 14-e között. Lehetőséget és teret kívánunk biztosítani mi is itt a megyeszékhelyen annak a számos kiváló civil egyesületnek, baráti társaságnak, családi közösségeknek, akik saját magukat is kicsit bemutatják, illetve az a sok-sok szekszári civil egyesület pedig a saját tevékenységén keresztül mutatja be, hogy mennyi mindent tesz Szekszárd város népszerűsítésére és kultúrájáért. Többek között május 13-án az intézmény a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központtal egy családi napra invitálja a lakosokat. Ennek során gulyás főzőversenyen, kézműves foglalkozáson, interaktív érzékszervi játékokon és egy vetélkedőn is részt vehetnek az odalátogatók, illetve rajz- és fotópályázat eredmény hirdetése is sor kerül a rendezvényen. Mindig vannak partnerek, akik megjelennek ezeken a rendezvényeinken. Az idén az egészségfejlesztési iroda jön természetesen az ő egészségsátorával, ahol különböző lehetőségek lesznek, majd az egészséges életmóddal kapcsolatosan lehet beszélgetni, és mindenfélét meg lehet mérni, és ki lehet próbálni. A rendőrség jön, illetve a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat is jön egy
programmal. A közösségek hete keretein belül egyebek mellett folytatódik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem programsorozat, és az Aliska Brass Band egy önálló hangversennyel kápráztatja el majd a közönséget. Szinte naponta keresik fel bőrrák tüneteivel a szekszárdi bőrgyógyászt. A szakember azt mondja, a legfontosabb a megelőzés, így a fényvédelem szinte egész évben nélkülözhetetlen. Magyarországon az elmúlt években lényegesen nőtt a melanómában szenvedők száma. Bár tavasszal még nem érezzük olyan erősnek a napsugarait, a szakember azt mondja, már ilyenkor is gondolni kell a bőrünk védelmére. Az egyre magasabb UVB sugárzás miatt gyakoribb a melanóma, a bőrrákos megbetegedésének előfordulása. Magyarországon az újonnan diagnosztizált esetek száma évi 3000-re tehető. Az arcot rettentően a napsugárzás rettentően károsítja, ráncosítja, töri a rugalmas rostokat, de ez csak a szépség. De jön a káros oldala, napsugárzásnak van DNS károsító, tehát bőr örökítő anyag károsító hatása, és ott bizony a bőrrákok emiatt elég gyakoriak. És nincs olyan rendelés, hogy ne jönne valaki bőrrákkal. A legfontosabb, hogy elkerüljük a napégést, mert rendkívül ártalmas a bőrre. Mivel az UV-sugarak által okozott károsodások nem mindegyikét képes a szervezet legyőzni, emiatt évekkel később rossz indulatú bőrtumorok képződhetnek. Melanoma az, amit nagyon tudni kell, hogy elkerülni, odafigyelni rá. Bármilyen barna foltot a bőrön, ha észrevesz valaki, ami növekszik viszonylag gyorsan, avval gyorsan orvoshoz kell menni. Többi bőrrák sem egy öröm, de az, ha ki van vágva, meg van gyógyítva általában. De a melanoma korán ad áttétet, ha időben van, az is gyógyítható. De itt a hangsúly az időn van. Indulás előtt fél órával használjunk fényvédőt, abból is legalább az 50 faktorost, mondja a bőrgyógyász, és déltől 3 óráig kerüljük a napot. Hozzátette, hogy a legfontosabb a megelőzés, illetve az anyanyegyek éves bőrgyógyászati szűrése. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. A település egyetlen boltja újult meg a Magyar Falu programban. Modern üzlet működik mostantól Ivánbattyánon. Nagy mennyiségű drogot birtokolt, évekre rács mögé kerülhet a pécsi férfi. Nem minden vadon élő kisállat szorul segítségre, akár bajt is okozhatunk, ha beavatkozunk. Harmadik pécsi dallamok, jótékonysági koncert egy zongoráért. Szombaton főként északon és nyugaton zavarhatják gyakrabban felhők a napsütést, ezeken a tájakon elszórtan zápor, északnyugaton egy-egy zivatar kialakulhat. A szél csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Vasárnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszórtan alakulhat ki átmeneti jelleggel zápor, helyenként zivatar. Északkeleten élénk lehet a szél, záporok környezetében pedig erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hétvégén reggelente 15-18, délutánonként 23-25 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!